ez a seregélyes jegyzés megmutatta, hogy merre is kell nekem tovább haladnom pályamotorozás világába. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy lassan 10 éve foglalkozom ezzel a témával. Tehát már a technikai tudás és a kondícióhoz már azt már talán mondhatom, hogy adott, és abban persze van ott is fejleszteni való, de az, hogy megőrizzem én a lendületemet, meg a, tehát a jövő bevetett valami jövőképet tudjak, ilyen fejlődési jövőképet tudjak magam előtt látni, ahhoz az elmémben kéne rendet rakni, és ott kéne fejlődni. Mert azt vettem észre, nem csak most, de most itt szinte egyből kijött ez a jelenség, hogy igen, amikor agyból megyek, tudatosan koncentrációból megyek, akkor bizony ez a görcshöz vezet, és az elfáradáshoz, és a hát az úgymond feladásához a motorozásnak, akkor mindig azon agyalok, hogy új, már nagyon fáradt vagyok, már zsibbad a kezem, már görcsöl a lábizmom, stb. Nagyon meleg van, izzadok, tudom én, a bőrruhán belül a sekszőröm már izzad, és hozzátapad a bőrruházó, és tépi. Tehát amíg benne vagyok a fejembe, hogy én kicsit ilyen spirituálisan fogalmazzak, amíg racionalitásból és agyból, elméből megyek, addig elfáradás van mindig, és hát ilyen lekullogás a pályáról, de igenis, már tavalyi évben is, és most ez szinte egyből kijött ez, hogyha képes vagyok önfeledten ebből a folyamatban bekapcsolódni, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazok, kicsit spirituálisan hangzik, tudom, de mégis ezt tapasztaltam, hogyha képes vagyok az elmében kívül lépni, akkor hát bár ugyanúgy érzem a fáradtságot, meg a többi zavaró tényezőt, a meleget, szomjúságot, a nyomaruha, de akkor képes vagyok azt félrerakni. Ott van a fáradtság, meg amiket elmondtam az előbb, azok ott vannak, de képes vagyok akkor együtt létezni velük, és összpontosítani a dolgomra. Ami hát végül is a motorozás, tehát itt igazából arról van szó, hogy a motorozást gyakorlom, de ugyanakkor valójában saját magammal küzdök, illetve nem is azt, hogy küzdök, hanem próbálom azt, hogy kilépni a tudatomból, és hát az önfeledtséget, de mégis ebből a szóba is benne, hogy önfeled, hogy megfeledkezel az önmagadról, és képes vagy túllépni a körülményeken, és csak akkor kezd el igazán menni a dolog, akkor kezdem el az íveket érezni, a féktávokat, akkor nem fog legyűrni a fáradtság, meg a körülmények, ha ebbe az önfeledt áramlásba be tudok valahogy kapcsolódni. Szóval nekem, bár kívülről úgy látszik, hogy motorozok, és hát valóban azt csinálom, tehát motorozok, de ilyenkor tulajdonképpen az elmémen próbálok kívül lépni. A racionális gondolkodásom, nem is az, hogy racionális, mert az valahogy más szó kéne ide, a tudatos gondolkozáson, a tudatos elmeállapotból valahogy kipróbálok ilyenkor lépni, és akkor kezd el igazán menni a motorozás, amikor ezt az állapotot el sikerül érni. Most itt seregélyesen hétvégén, hát hétfőn voltam,
itt ugye vége fele sikerült ezt az állapotot elérni, de hát aztán hát néha egy pillanatokra, egy félkörökre, egy körökre sikerült elérni. És örültem is ennek az állapotnak, amikor hát úgymond ismerősként üdvözöltem, bár nem túl jó ismerősként, de ezen túl még próbálok minél szorosabb barátságot kötni ezzel, ezzel az állapottal. Mert így ez nekem a, úgy érzem, ez belül úgy érzem, hogy ez lehet nekem a további fejlődésem kulcsa, hogy ha megmarad ez a, ha ezt valahogy ezt a nem tudatos állapotot egy képességgé tudom formálni, amit, amiben vele tudok kapcsolódni. Hát tudom, egy kicsit furcsán hangzik ez, amit most mondtam, de ezt valahogy ezt így érzem. Elégedett vagyok a edzéssel, csak egy fél napot, így kezdésnek csak egy fél napot vállaltam be. Hát a fokozatosság elvét természetesen azt be akarom tartani, hogy ne mindjárt egész nappal csapjam szét magam ilyen iszonyat edzésmunkát elsőre elvégezni. Tavaly is nagyon jó bevált az, hogy három fél napot csináltam, és a negyedikre egy egész napot, és itt megvolt a fokozatosság elve be volt tartva, és most is ezt szeretném, hogy egyelőre most így az első pár edzésen csak ilyen fél napokat csinálni. A pálya egyébként nagyon jó volt, hát nagyon friss, új aszfalt, 1 kilométer hosszú pálya, kanyar, 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 tehát tényleg kanyarodást azt nagyon lehet gyakorolni. Akkor 2 vagy 3 féktáv van rajta, és trükkös ez a pálya nagyon, tehát van benne mindenféle visszafordító is, gyors kanyar is, közepes kanyar, megtört kanyar, szóval, de úgy érzem, hogy a nagyjából sikerült ráéreznem. Szerintem a 2-3 felmenetel után már tudtam neki küldeni a benzint telitorokból. És hát nyilván ezt még finomítani kell majd a későbbiekben, szóval az a lényeg, hogy nagyon örülök, hogy tetszett ez a seregélyesi pálya. Egy új környezet, egy új vonalvezetés, bár azért természetesen Kakucsra azért még el fogok menni. Egyszer csak úgy, ugye ott az odajutás a problémás, át kell menni Budapesten, és hát az azért nagyon kellemetlen. Meg vissza is kell jönni, aztán tudod, az nagyon kellemetlen. Ezért, de hát azért egyszer mindenképp meg fogom látogatni, hogy, mert nekem ez egy szokásom, hogy Kakucsra minden évben legalább egyszer el kell menni, az egy ilyen jó szokásom. Hát ami egy másik dolog volt, csak én voltam egyedül, ugyanott volt egy ilyen motoros vezetéstechnikai tréning, de ők bójázgattak, meg fékezgettek, meg ezeket gyakorolták, és motorozni csak én voltam egyedül, illetve a gokártosokkal felváltva mentünk 20 perceket, felváltva. Így az enyém volt az egész pálya, ami egyrészt örömteli volt, mert tényleg tök zavartanul tudtam menni, viszont már azért úgy kicsit kívántam, hogy más is legyen fönt, hogy kicsit úgy a tempómat tudtam volna másokhoz viszonyítani, de nem volt probléma, tehát végül is így is jó volt ez. Szóval pozitív élmény volt ez a share ring. Nagyon örülök, hogy végre egy újabb színfolt így az edzéseim helyszínének a palettáján, hogy így mondjam. Tehát öröm van és boldogság. Hát még most nem tudom, hogy ezen a héten is tudok-e menni, mert most még itt olyan palánta szezon dübörög, bár elég gyéren, de hát mégiscsak, hát lehet, hogy egy fél napra csak el tudok szökni otthonról, és akkor jövő héten is egy
edzést bevállalok. Ja, és még annyit, hogy ez a pálya, ez is két irányú, mint kakus, tehát mind a két irányba. Most csak a jobbos irányba, na, szóval a baros irányba mentünk, de majd a későbbiekben nyilván ezt majd fogják variálni, de piros pont a helyszínnek, nagyon jó volt. Remélem a továbbiakban is ilyen pozitív élményt fogok szerezni.